az Ázsia Info jelenlegi európai igazgatója és a gazdasági ügyekért felelős igazgató látogatott meg a Telenor két vezetőjével együtt, ahol megpróbáltuk egyeztetni, hogy milyen jövőképpen rendelkeznek az Ázsia Info szakemberei Török Bálinttal kapcsolatban. Azokat a kérdéseket tettük föl, és azokat a kérdéseket vitattuk meg, hogy milyen fejlesztésekben gondolkodnak, mik a terveik itt Török Bálinton. Nagyon érdekes beszélgetés volt, kiderült, hogy tulajdonképpen egy ilyen európai központot képzelnek el városunkban, ebben a pillanatban a Telenor székházban, ahol 100-150 fő személyzettel, szakszemélyzettel dolgoznak, és ez egy európai központtá fogja kinőni magát, és a jövőben innen fognak gazdasági kapcsolatokat építeni egész Európa szerte, és komoly fejlesztéseken gondolkodnak. Több száz embert szeretnének alkalmazni. Én javaslatot tettem nekik arra, hogy amennyiben fejlesztésben gondolkodnak, akkor egy praktikus dolog lenne, hogy a Telenor mellett építsenek ki maguknak egy bázist. Ők ettől nem zárkoztak el, sőt, én úgy veszem észre, hogy hosszú távú elképzeléseik ide kötik őket majd Török Bálinthoz. Elsősorban ez egy ismerkedés volt, amikor megnyitották az Ázsia Infót egy pár hónappal ezelőtt, mikor Sesták miniszter úr átadta a Telenor vezérkarával együtt ezt a beruházást, akkor én meghívtam őket egy kötetlen beszélgetésre az önkormányzat épületébe, ide az irodámba. Ők ezt elfogadták, ez most realizálódott, és egy kötetlen beszélgetés, amely természetesen szólt a jövőbeni elképzeléseikről is, hogy mi mire számíthatunk. Természetesen nagyon fontos, hogy egy ekkora cégnek a telephelye Török Bálinton legyen, adózási szempontból is nagyon fontos, és ők megnyugtattak minket arról, hogy ez így történik a jövőben, tehát telephely, székhely Török Bálinton lesz, és a jövőben is itt szeretnék elképzelni a működésüket. Hát a folytatása az lesz, hogy most várjuk azt, hogy remélhetőleg, bár hogy a kínai cégeket nézzük, azért elég intenzíven fejlődnek, hogy remélhetőleg minél előbb kinevik a Telenor épületét, és esetleg Török Bálinton egy plusz fejlesztésbe kezdenek. Ez most nem azt jelenti, hogy egyelőre nem örülünk annak, hogy momenten éppen itt vannak, mert ennek is nagyon örülünk. Ennek presztízs értéke van, marketing értéke van, és természetesen gazdasági haszna is. Ennek örülünk. Segítségünket ott ajánlottuk föl, hogy a továbbiakban bármilyen fejlesztésben gondolkodnak, akkor keressenek meg minket, hogyha esetleg mi tudunk felajánlani olyan területeket, ahol ők egy székházat tudnak kiépíteni, és hosszú távon Török Bálinton tudnak tevékenykedni. Az Ázsia Info Kína legnagyobb szoftverfejlesztő cége. Ezekkel a termékekkel csatlakoznak be ők a Telenorhoz, és keresnek meg más világcégeket, ahol ezekben a szoftverfejlesztésekben ők a know-how-t azt be tudják tenni, és nyilvánvaló a termelést is, amit Kínában végeznek el. Most arról egyeztettünk, hogy kapunk egy listát, hogy milyen szakembereket keresnek, itt főleg informatikusokra gondolnak ők. Hogyha ezt megkapjuk, akkor feltesszük Török Bálint honlapjára, és akkor ők be tudják hívni a jelentkezőket egy elbeszélgetésre.